Hey-ho! Zsír TV jelentkezik, élő adás. Hát Zsír nagyon rég nem jelentkezett, nem nagyon motorozott, de most már nagyon áll a pisztolya. Úgyhogy kicsit beszámolunk itt egy új témáról. Itt a csoda Bergica. Ugye? Ezzel szoktam motorozni. Hátul rajta a csoda MS3. Körülnézhetek egy kicsit a zsírgarázsba, kit érdekli. Természetesen itt lóg a csoda Tubeless. Látjátok a lánckerekeket, olajok, ülések, alkatrészek, még több alkatrész. Jaj, mutatok egy érdekességet. Az SX-nek, ugye a cross motoromnak, pumpával kell fújni, az első teleszkópját, vagyis amikor állítani akarok a rugó keménységen, akkor itt benn van egy csavar, ez itt látható, itt, ez, ebbe belecsavarom a pumpát ide, és felfújom, keményíten puhítom, visszarakjuk a cuccukat a szerszámok, hello, külön dobozban a gumiszerelő sztorik, hűha, két ütemű főtengelycsapágy, szintén szerszámos sztori, közben rendet rakok. Jaj. Jó, nézzük tovább a sztorit. Külön csavaros doboz, érdeklődtettek itt a Zsír TV-re hisztikről. Júj, most vettem a mocira, nézzétek meg. Harmonika telóra. Old school, gyerekek. Jó? Nézzük tovább. Külön szerszámos szemét. Még egy szerszámos doboz. Még egy szerszámos doboz, és akkor húha, várjatok, hát ha megtalálom. Nem dobtam ki, ugye? Hol van? Basszus, hol van? Itt van. Megvan, gyerekek. A zsírnak az a szokása, hogyha egy sisakkal elesik, fejre esik, akkor utána azt összetöri. Úgyhogy gyerekek, egyik régi zsírsisak, amit addig dobtam, még össze nem tör darabokra. És amiért itt vagyunk, élőadás, azon kívül, hogy megnézhetitek a csoda SX450-et. Ja, újdonság, fölkerült rá ventilátor, szépen bekábelezve, kapcsolóval. Igen, biztosíték, csoda litium-ionos aksival. Az gyerekek, hogy gumikról fogunk beszélni. Gyerekek, Zsír TV jelentkezik, élő adás, 2016. január 22. Nemrég a napukban volt Zsír 54 éves, ugye öreg már pisztoly, mert le van járva, és hát mindig egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi is igazán a jó gumi, meg van-e igazán tökéletes gumi, meg hogy mit használjunk. Hát el kell, hogy mondjam, Zsír már elég sok gumit kipróbált, Six Days-t, Mitas-t, Michelin-t, amit el tudtok képzelni, Golden Tire-t. És ugye mindig az a kérdés jön föl, hogy mi a legjobb gumi, van-e tökéletes gumi? Hát gyerekek, el kell mondjam, hogy van, meg is mutatom nektek. Ott van szembe a, nem is mondom a nevét, mert szerintem a mintájából fölismeritek. Ez mind ez a fajta gumi, és ebből még van háromszor ugyanennyi. Miért? Mert gyerekek, túl képzeljétek el, állítólag beszüntetik a gyártását ennek a csoda guminak. Szóval ez a tökéletes gumi, ez a híres zsírgarázs. Nézzük egy kicsit a gumikról. Tulajdonképpen mi a hiszti a motorozásnál? Az, amit a Zsír csinál, meg a Zsír haverjai, az nagyjából úgy hívják, hogy extrém enduro. Ez a lassú, egy helyben fűrészelek, mindenhol fölmegyek, nem tempózunk, ugye, mert mindig rossz a vége, csonttörés, szopás. Úgyhogy mi azt gyakoroljuk, hogy helyből indulunk el, nagy sebességet elérünk,
különböző dobókon, ugratókon, feljárókon föl akarunk menni. Ehhez mi kell? Ehhez egy olyan gumi kell, ami ha lecsavarom a gázt, ugye, és ráteszem a gázt, mutatom nektek az ellenpéldát, akkor nem elhajlik a bütyök így ilyen csúnyán, oldalján mutatom. Látjátok, hogy elhajlik a bütyök? Ez egy puha gumi. Ez a Mitasnak a két zöldcsíkos gumia. Ez a legpuhább komponens, ez a 454-es Mitas. Nagyon érdekes keverék, nagyon-nagyon puha. Nézzétek meg, hajlik, nagyon puhán hajlik. És mi a baj, amikor te egy ilyen puha gumival, puha bütykő gumival, puha szerkezetű gumival, ugye, hirtelen lecsavarod a gázt. Mi történik? Gumi elkezd forogni, és a bütyök hátrafele elhajlik. Oldalájban mutatom. Elhajlik, és ma nem is fog, mert ugye elbújik az éle. Ugye elhajlik a gumi, nincsen éle. Ez a baj a puha szerkezetű, puha karkaszú gumi, és a puha komponensű gumival, hogy hajlik, mint a szar. Vagyis lecsorod a gáz, mit csinál a bütyök? Elhajlik. Vagyis nem fog. Hova jó ez a gumi? Hova jó a puha gumi? Lassú forgókeréknél és kövön. Akkor, amikor nem forog a kerék, és nagyon lassan tapadásba mész. Nem foroghat a kerék, ugye? Nem csúszhat, hanem lassú tapadásban mész. Hol? Úgynevezett iszonyú kemény, köves, lapos, sík felületeken, aminek van valami, sík már úgy értem, hogy csúszós, és van, hol megakadjon ez a puha gumi egy kőbe például, így látjátok. Szóval hol van jó az a gumi? Oda, ahol nem nagy gázzal kell menni. Nagy gáznál rögtön elhajlik a gumi. Hol jó? Kövön, sárba, laza sárba jó. De amint kapsz egy kemény talajt, ugye, nézzük meg azt az esetet, itt van egy kemény talaj, látjátok? Itt ezen a kemény talajon a elhajlott bütyök, ugye elhajlik a bütyök, nem tud megtapadni, nem tud beleakadni, nem tud lukat ásni a kemény talajba, ugye? A sárba megfog, de a kemény talajba nem. Na most, ezért mit mondunk? Ezek a zöldcsíkos, vagy puha szerkezetű gumik, ezek csak tapadásba, nem forgókeréknél, lassú motorozásnál jó. Amint tempót fogsz, és elkezded forgatni a kereket, el fog mászni a gumid. Vagyis mire jó ez valójában? Csak sziklára. És tapadásba, ne forogjon, mert akkor elhajlik, mint a haj. Mikor fúj a szél, hátrafele elfúj a szél a bütyköt. Nézzük még egy gumit, ebben hozok egy ülést, leülök, mert öreg vagyok már. Jön a kis szerelőszékem. Fájdult egy kicsit a lábam. Na, térjünk vissza erre, megbeszéltük ezt a gumit. Mit ez? Ez egy Mitas 434. Ez itt Mitasnak a XT754. Ez egy nagyon híres gumi, nagyon-nagyon magas bütyök magassággal. Hozok is egy centimétert, hogy lássátok, hogy nem játék ez a gumi. 17 mm-es, sőt több, 18 mm-es. Mindjárt ránagyítok, na hát, ha kiadja. Úrva anyját, ha nem akarja kiadni. Na, látszik, hogy majdnem 2 cm magas a bütyök. Nem akar ránagyítani. Igen, most látjátok? Majdnem 20 mm-es a bütyök. Ezzel szemben, ha néztek egy gyári FIM-kompatibilis gumit, azért FIM, mert ugye a Federación Internacional de Motociclismo, az maximálisan 13 mm magas bütyköket enged, vagyis bőven 15 mm alatt van a bütyök magasságunk. Annyit csinál rá te? Látjátok? Szóval ez ennyi. Ez egy, mondjuk egy Golden Tire, 13 mm-es, szintén sziklára, kőre jó. Ezzel szemben, amelyik a következő gumi lett volna, amiről akarok beszélni, ez a Mitas XT754, iszonyú magas
bütyök magassága, látjátok, hogy ez volt a magassága, ahogy is hívjáknak, a film az körülbelül itt volt, ez még ilyen majdnem 5 mm-en magasabb. Azért egy zöldcsíkos, mert ez már egy keményebb szerkezet, keményebb komponens, mint ahogy látjátok, ezt a bütyköt már annyira könnyen nem tudom elhajlítani. Hajlik azért, de annyira könnyen nem. A karkasz vagy szerkezet szintén benyomom sokkal keményebb. Nézzük tovább. Ennek van egy testvére, az XT754, piros csíkos. Az egy kemény gumi. Az XT754-nek mindig az volt, mint az XT754, mindig az volt a hibája, hogy amint kaptál egy követ, ami ritka, ugye, egy lapos követ, akkor forgott, és sehogy nem ért a tapadásra bírni. Ezzel szemben ez a következő lépcső, nem a piros, a zöld csíkos, ugyanazt tudja, mint a piros csíkos, nagy bütyök, iszonyú jó sárban, a legjobb gumi van sárban, azt tudom nektek mondani. Még a híres MS3-at is majdnem, hogy meg tudja szivatni. De a zöldség miatt, ha kapsz egy lapos követ, ez a köcsög gumi fel fog menni, gyerekek. Ez a mocsok gumi a zöldségkal, gyerekek, kövön fog. Úgyhogy elmondom nektek itt, zsír MS3-assal motorozik, elő Enduro Competition 6-tal, és bizonyos körülmények között, amikor nincs tét, bolyamenet van, akkor ez a zöldcsíkos XT754 nagyon jó választás. Ezt, amit az előbb mutattam, ez a híres 434-es mitász, ezt pedig Horvátországban használtam, kövön, sziklán, rendkívül jó volt, egy helyen szoptam vele, csak lássátok milyen puha, amikor egy kemény agyagot kapsz meg, ami sáros, nedves, akkor a kemény agyagon elhajlik a bütyök, látjátok? És nem fog. Na ez már nem hajlik el, ez kurva erős, és mivel egy csíkos, a bütyök éle meg tud akadni a kemény talajba, mint egy véső a kőbe, és fogni fog. Szóval, ha akartok olcsó gumit, és jót, és tudjuk, hogy a MS3 az hello, akkor itt van Mitas XT754. Rendkívül jó gumi. Ha azt nézzük, ugye, ha összehasonlítva többi gumival, a karkasz vagy szerkezet magassága 3 új, milliméterben megmondhatnám neked, olyan kb. 5-6 milliméterrel alacsonyabb ez a szerkezet, mint egy normál MS3-as például, mindjárt oda rakom mellé. Csak innen elzavarjuk ezt a 434-et. Igen. Szóval megnézitek, a MS3-nak sokkal magasabb a karkasza. Ez ami a Mitas-en 3 új volt, itt majdnem 4. Vagyis ebbe belerakhatsz egy nagy múzt, és lesz még levegő benn a gumiba. Ha ebbe beleraksz egy nagy múzt, akkor mivel alacsony a szerkezete, kemény lesz a gumid. Úgyhogy ha használtok XT754-et múzzal, akkor kisebb múzt kell belerakni, kisebb a szerkezete. Magasabb a bütyök, sárba egy csíkos, rendkívül jó kövöm. Sárba nagyon jó. Mondhatom, ez egy univerzálisan jó, olcsó gumi. És meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon jó. Nézzük tovább. Mint mondtam nektek, a csoda MS3-ast, amit imádok, szerintem a legjobb gumi világon, kihagyjuk a legvégére. Nézzük tovább. Itt van a Golden Tire-nak a GT216 HB-je. Ebből a HB-ből van az N, és az X, mint láthatjátok, itt van. Szintén az a baj ennek a guminak, hogy iszonyú puha a szerkezet, iszonyú puha, hogy nézzétek meg, hogy hajlik a bütyök. Úgy hajlik, mint egy radírgumi. Simán elnyomod, röhely az egész. Tudjátok? Ez a X, ez az extrém, ezt használja a Jarvis köven, de egyébként Jarvis a medium megy, alacsony a szerkezete, ez szintén csak kőre, Horvátország kőbe, kőre való, sárban iszonyatosan szar, a Golden Tire-nak a GT
2016-osra, szóval ezt felejtsétek el sárba, vagy 4-es teli egész nap, alacsonyabb ütő 13 mm, puha karkasz, nagyon puha karkasz, csak musszal lehet használni, bármi mással kiszakad. Dobjuk is el a picsába, szar! Blagy, kibeszéltük. Nézzük tovább a sztorit. Mutatok nektek szintén két gumit, amit a zsír használ. A triál gumi. Szintén, mint ahogy mondtam nektek, sárban, ez az eredetie, így néz ki zsír újonnan. Nagyjából 13-14 mm magas a bütyke. A sárba való motorozáshoz mindig kiveszek hármanként egy-egy csíkot. Ez már egy elég kopott változat. Látjátok, hogy ugye ehhez képest ez mennyire magas az a bütyök, ugye? Ami még érdekes ebben a gumiban, nézzétek meg, iszonyú magas, több mint 4 új, majdnem 5 új magas a szerkezete. De magas, de viszont nagyon keskeny egy gumi. Látjátok? Rendkívül keskeny, rendkívül magas gumi, úgyhogy nagyon, nagyon szépen koncentrálja erre a területre koncentrálja a tapadását, mikor tulajdonképpen, mikor a gumi fog, akkor mikor benyomódik, akkor mint egy fogó, látjátok, hogy összefognak a bütykök. Összefognak a bütykök, és amire rátapod, azt megfogja. Iszonyatosan fog. Igazán egészen fulladni fog a motorotok, mindent, hogy sárba vagy, vagy kövön, vagy homokba. Nem ás el. Szóval, ha jót akartok motorozni, triál gumival kell menni. Ez a Michelinnek mi ez a X-Lite gumia. Drága, 130 euró. De fulladásig akartok menni, mindenhol fölmegy, sárba forgatni kell, iszonyú keményen. És itt mutattam neked, mint egy fogó. Nézzétek meg, hogy összegyárnak a bütykök. Bármire ráfog, iszonyatosan tapad, és mivel nincsen nagy bütyöktéves szélessége, ezért nem ás el. Szóval soha nem fogsz elásni, hanem menni fogsz fölfele. Ez a kopott változata. Ugye? Ez a Golden Tire-nak ugyanaz, amit előbb mutattam nektek. Az X7, ez a HBN-je. Ezzel megy a Jarvis minden alkalommal, de ezt eltoljuk. Jó? Szóval ez a HB ennyi, ennek is, mint látjátok, alacsony, nagyon a falca, nem tudom, mit mondjak, mennyi lehet ez, nézzük csak meg. Na, mint láthatjátok, nincs három új a magassága, viszont a szélessége iszonyú nagy, ugye meg is mutatom, ide rakom mellé a triál gumit, ilyen széles a triál, ilyen széles a Golden Tire. Lényegem, mikor felszerelitek, ugye, akkor azért össze fog ezen menni. Szóval visszatérve a lényegre, ezek a Golden Tire féle gumik, ezek sára nem jók, kövön, laza talajban jók, kopnak, de egy sáros verseny nem menjen velük. Toljuk ezeket is ide félre. Nézzük tovább. Beszéltünk egy könnyű gumi, az XT754, könnyű anyag. És akkor térjünk a lényegre, hogy miért jó a Six Days, a Metzernek a Six Days-e, és miért jó az MS3-as gumi. Fontoljuk meg, beszéljük át a lényeget. Megnézzük ugye a szerkezetét az MS3-asnak, ha be akarom itt nyomni, tiszta erővel nyomom abba az irányba, nem bírom. Szóval a guminak az oldal szerkezete iszonyú kemény. Ez azért fontos, hogy ne szakadjon ki, mikor kap egy ütést. Szóval egy gumi akkor jó, ha oldal szerkezete kemény, a belső szerkezete itt, ahol kapja a nyomást, ugye, ez puha. Látjátok? Ez bemegy. Vagyis akkor jó egy gumi, ha oldal szerkezete erős, a belső része puha, ugye? Vagyis le tudja reagálni a talajkörülményeket, a falca pont olyan magas, ami neked jó a múszodhoz. És ami fontos még, hogy ez a része, ami a pereme, amit itt látunk,
ez a perem erős, nem szakad szét, és rendkívül tartós. Mitázgumiknak az a legnagyobb hibája, hogy a falca, ez a falc rész puha és gyenge. Vagyis kiszakad, eltörik, motorozás közben elhajlik a gumi. A Michelin soha nem fog, ez a rész neked mindig fixen marad a kerékre ráakadva, nem fog elmászkálni. Egy jó lehasznált mitásznak az oldalfalca szétszakad, elmászik, hisztis. Vagyis Michelin tud gumit gyártani, gyerekek. Nézzük tovább. Miért jó a híres MS3-as? Azért jó, és azért mondom, hogy mindenre jó, mert ha megnézitek a szerkezetét, ez a oldalsó bütyök. A bütyök eloszlása. Ugye ez a bütyök, meg ez a bütyök a kulcsa az MS3-asnak, és a nagy darab kapa. Amikor a kapa, tegyük föl, el van nyomva egy kő által, és sárba vagy, és le van nyomodva gumi, akkor ez a bütyök, amikor jól lenyomva nyomva gumi, erre oldalra kiáll, ebbe az irányba, vagyis ha ezt lenyomom, ez a bütyök erre kiáll, és kapsz körülbelül egy olyan teljes összélességben egy ennyivel szélesebb gumit, vagyis a normál nyomba, de kapsz egy igazi lánctalpat azáltal, hogy ez a bütyök oldalra kinyílik. Mindjárt meg fogom nektek mutatni lenyomva gumit, hogy miről is beszélek. Ez a kapa, ez is szintén, ha megnézitek, egy iszonyú magas bütyök, 17 mm magas. Majdnem olyan magas, mint a XT754. Az XT754-nek a bütyke az 19 mm, majdnem 2 centi. Ennek 17, vagyis iszonyú magas, kapálja a sarat. Amikor összenyomódik, akkor ez kiáll oldalra, és iszonyatosan fog. És ami lényeges, hogy ezt a bütyköt, gyerekek, soha nem fogod tudni ebbe az irányba, abba az irányba elhajlítani. Látjátok? Fixen marad a helyén. Hiába csinálsz bármit, nem megy el. Vagyis amikor lecsavarod a gáz, és megkapja a terhelést a bütyök ebbe az irányba, a bütyök a helyén marad. Nem hajlik el. Meg fogom nektek mutatni. Előveszem ezt a fost. Ezt a 434-est. Itt van. Ugye miről beszélünk? Lecsavarod a gázt, a bütyöknek meg kéne tapadnia, erre mit csinál? Elhajlik. Nézzétek meg. Elhajlik a bütyök. Lecsavarod a gázt, forogna a kerék, erre mit csinál? Elhajlik és nem fog a gumi. Főképp kemény saras talajban véged van. Ahol ennek a élnek be kéne akadnia, ugye ha az él egyenes, akkor megakad. De ha behajlik, akkor egy lapos élet kapsz, látjátok? Itt van elhajolva, akkor nem, már nem apod meg. Nézd meg az MS3-ast, itt van. Bármennyire nyom tiszta erővel, nem bírom elhajlítani a bütyköt. Vagyis ez az él mindig itt lesz a helyén, és a kemény talajban, a kövön, a sárban ott marad. És mit csinál? Szakít, tép, fog, ás. Iszonyú jó, a másik. Nézzétek meg ezt a bütyök távolságot. Majdnem 3 ujnyi. Iszonyat. Dobja ki magából a sarat, tisztul. Forog a kerék. Olyattól helyből elindulsz, hogy beszarsz. Miért indul a helyből? Mert a bütyök nem hajlik el. Ezt értettük, ugye? És akkor megmutatom nektek újra, hogy miért szar a puha gumi. Lecsorod a gáz és elhajlik. Megpróbálom itt. Értek meg? Szinte meg sem mozdul. Miért? Kemény az anyag. Kemény az anyag. Kemény a karkasz. Tetszik érteni? Toljuk el innen ezt a csodagumit. És akkor megmutatom nektek, ide rakom a csoda kamerámat. Nem, nem dőlsz el, maradjál szépen itt a helyeden, kicsi fiam. És ráülök az MS3-asra. Látjátok, hogy milyen széles? Nézd meg, az MS3-as, innen is megmutatom, ráültem, nézzétek meg, milyen szépen be van hajolva. Nézzétek meg. Szétnyílik a gumi. Oldalt nézd meg a bütyök, hogy beleér. Vagyis az MS3-asnak ez az oldalsó kemény szerkezete kemény, a helyén marad, nem mászkál el. A külső bütyök, mint egy láztalap leér. Látjátok? Megpróbálom innen is felvenni. Milyen széles a gumi. Nézzétek meg. Ezért jó az MS3-as. És amit mondtam már egy párszor, tulajdonképpen, ha megnézitek oldalirányból, a bütyök nem lehet
bármilyen nyomom tiszta erővel, nem bírom elhajlítani. Vagyis ha lecsavarod a gázt, ez a gumi fog. Na most jönnek azt, hogy akkor hova jó ez a gumi? Hát kurva egyszerű. Oldalazója nagyon-nagyon jó. Nézzetek meg, milyen szép kis távolságokat tud. Lánctalp széles gumi, iszonyat széles gumi. Kemény nem hajlik el, ha húzod a gázt fog. A nagy bütyögtávolság miatt jó sárba. Tempóban is jó. Mi történik, ha gyorsan mész? A gyors sebességnél a gyorsan forog a kerék, ugye a nagy sebességnél összezár a bütyögtávolság, és nincs tapadásod tulajdonképpen. Széles bütyögtávolság miatt van tapadásod sebességnél is. És jön a kérdés, hogy no, hát kövön szar az MS3-as. Nem, nem szar. A pilóta szar. Minden gumit ki lehet használni adott területen. Az MS3-as kövön a puha kétsíkos zöldmintáshoz képest. Persze, állóhelyből nem indul úgy el, de ha megterhelem, megrugatom, fölmegy, sőt, én azt szoktam csinálni, fölrakom kettesbe, teli a kövön, fölmelegítem a gumit füsttől, leállítom, visszarakom egybe, megrugatom és boh, fölmegy a gumi. Miért? Mert a szerkezete ahhoz képest, hogy az oldala kemény, a közepe nem puha, de pont annyira laza, hogy beengedi magát. Vagyis gyerekek, a világ legjobb gumia, nézzétek meg, itt van, úgy hívják, hogy Starcross MS3, gyerekek, mérete 120-90-18, kövön jó, sárba jó, tempóba jó, igazán nem tudok rá rosszat mondani. Én személy szerint MS3-at használok mindig, mindegy, hogy kopott vagy nem kopott, iszonyat jó gumi, gyerekek. Ami az első gumikat érinti, már mindent kipróbáltam. Ja, visszatér a lényegre. Metzeler Six Days nagyjából nagyon hasonló bütyök tulajdonságokat tud keménységben. Most a Six Days-ről beszélünk, Metzelerről. Bütyök keménységről ugyanezt beszélünk. Bütyök élről ugyanezt tudja. Oldalfal keménysége szintén nagyon jó a Six Days-nek. Egy baj van a Six Days-nek, hogy drága, 20.000 forint. Azon kívül a bütyök magassága alacsony, és amint a bütyköm lekopik, ugye most az MS, nem MS, most a Six Days-től beszélünk, nincs tapadás a sárba. Beszéljünk egy picit első gumikról. Első gumiknál itt van egy nagyon jó gumi. Természetesen ízések és pofonok, ez egy nagyon-nagyon puha gumi. Ez a Dunlopnak az MX32-es elsője, de nekem nagyon-nagyon tetszik, meg kell, hogy mondjam, mindenhol jó a gumi, kövön, szárazon, amint csak el tudsz képzelni. Itt van, amit igazán nagyon tudok ajánlani, egy baj van, hogy drága, és gyorsan kopik. Ez a Dinosaurus hátú Michelin Enduro Competition 6. Nézzétek meg, milyen érdekes gumi ehhez képest. Rendkívül jó sárba, kövön nagyon jó, szárazban rendkívül jó. Egy hisztia van, ha elkopik, akkor hello van. És bemutatok nektek még egy gumit, utoljára s végezetül. Ez a híres 19-es MX32-es. Ha megnézitek, rendkívül hasonló, mindjárt idehozom akkor a MS3-ast. Nagyon hasonlít a MS3-asnak a bütyök kiosztásához, nagyon-nagyon hasonlít. Tulajdonképpen nagyon hasonló gumi az MS3-ashoz, sőt, majdnem tudja azt a bütyök távolságot, vagyis sárba rendkívül jó. Bütyök magassága nem jó annyira. Oldalazója szintén nagyon-nagyon jó. Ugye az az egy hisztia van, ugye, hogy ez egy 19-es gumi, és elég gyenge a fal magassága, 3 újnál kevesebb. Szóval nem kapod meg azt ezt az összenyomási lehetőséget extrémre, de nem is arra való az a gumi egyébként. Ez egy cross gumi, sárba iszonyú jó, egy hisztia van, egy egynapos. Ebben a gumiban van tulajdonképpen egy két menet, rendkívül jó puha a szerkezete, de mint mutattam nektek, ne, gázon, nézzétek meg, nem hajlik el a gumi. Szóval nagyon jó gumi, gyerekek, gázon nagyon jó, fog, kövön nagyon jó, jó, homokban nagyon jó, sárban nagyon jó. Csak mivel 19-es, ugye, az oldalfala kevés.
Látjátok, ez egy 19-es gumi, Geomax MX32. Gyerekek, akinek 19-es gumija van, ez szerintem a legideálisabb gumi. Egy baja van, hogy ha nem vigyázol rá, egy nap alatt elkopik. Szóval visszatérve a lényegre, megnéztük a triálokat, Golden Tire-t megnéztük, MX32, MS3, XT754, Golden Tire, 434, és az első MX32, és első Enduro Competition 6. Na, ezzel a képpel Zsíl búcsúzik. Mindenkinek jó pihenés, motorozás, edzést, és mindenkinek jót kívánok. Üdvözlöm a motoros haverokat, és találkozunk kint a terepen, Lotty.